Szerintem a valóság több, mint amit szemmel láthatunk. Ha olyasmire gondolsz, amit eddig sosem tapasztaltál, és most fordul elő először, ez az újdonság érzet maga az ismeretlen. Szerintem a valóság több, mint amit szemmel láthatunk. Annak a valószínűsége, hogy a valóságot lássuk, nulla. Az atom 99,999 ,99 ,99 részben semmi energia, információ, rezgés. Csak a részecskét veszük észre, ami a valóság nagyon kis százaléka. Az agyunk így formálódott. Ha az embereket ellátod egy ismeretlen élmény információjával, elkezdtük tanulmányozni, hogy mi történik ilyenkor az agyban, és kiderült, hogy az agynak egy része, amelyik mindig ki akarja számítani a következő pillanatot, tudod, mindig visszarakja alapállapotba, hogy egy ismertel fedje el az ismeretlent. A tanulóink képesek arra, hogy olyan mértékben lekapcsolják a rendszert, hogy teljesen be tudnak költözni a jelen pillanatába. Ez az, ami váratlan. Mint kiderült, ha nem számítasz semmire, a váratlan megtörténik. Ezt mutatják az agyszkennyeink. Amikor ránézünk az agy gyakorlati leképezésére, úgy néz ki az agya annak, aki épp átér egy transzcendentális élményt, mintha be lenne drogozva. Ugyanolyan, mintha bevet volna valamit, hogy attól legyen egy mély élménye. De az idegrendszerük állítja elő ezeket a vegyületeket, ami ugyanazt teszi, mintha beszedett volna valamit. Ennek a mellékhatása, vagy a kölcsönhatás, ami az agyban történik, amikor ez megesik, azt eredményezi, hogy az agy kevésbé lesz részekre bontva. Így az agy végül is idővel a különböző hálózatok nem igazán kommunikálnak, vagy a szomszédos részek nem kommunikálnak. Az agy nagyon felosztódik, rendszertelenül tüzel emiatt. Amikor a személynek egy transzcendentális élménye van, az egész agy kevésbé lesz feldarabolt, részekre osztott, és inkább szinkronban működik. Ahelyett, hogy az egyes részek össze-vissza tüzelnének, mint egy vihar az agyban, az egész agy egy ütemre jár. Az egész agy kifejezetten rendben van, nagyon nagy összhang tapasztalható a személy agyában aki épp ilyet él át, ezt az ismeretlen élményt, ő nagyon testinek éli ezt meg. Annyira, hogy azt mondja, ó, oh, én magam voltam az energia, nem tudtam, hogy ilyet is tudok. Ezt mutatják az elemzéseink. Ez mind nagyon megérinti az embert. Nem tudtam, hogy ennyi szeretet van bennem, vagy ennyi öröm, kapcsolódás, vagy ennyi jóság, áldás, vagy boldogság. Vagy extázis. Amikor ilyen mennyiségű energiát figyelünk meg az agyban, az elemzéseink során, amit az EEG-vel végzünk, elképesztő mennyiségű gamma agyhullámot látunk annak az embernek az agyában. A gamma a szupertudatosság. De nem csak egy kis elváltozásról beszélünk. Óriási mennyiségű gamma és nagyon magas frekvencia, ami nagyon összefüggő. Amikor ez megtörténik, akik átélik, óriási mennyiségű extázisról számolnak be, és izgatottságról, de nem a félelem izgatja őket, nem fájdalom, nem harag, vagy agresszió, amivel egyébként bekapcsoljuk a szimpatikus idegrendszert. A kapcsolódás az energiával, frekvencia. Ez történik. Volt egy ismeretlen élményed, ami örökre meg fog változtatni, de nem a háromdimenziós világodból jött. Valahogy valami benned változott meg. Így van. Már nem tudsz a régi lenni, amikor ez megtörténik.